So yesterday, I had the honor and pleasure of seeing Budapest. My wife and I, my wife is just over here, Amy. Feleségemmel, Amy-vel, aki itt van. We toured around Budapest yesterday. Körbejártunk Budapestet biciklin, 5 órán keresztül. And it was wonderful. I have csodálatos volt. Bele szerelmesedtem Budapestbe, egy elképesztő hely. Tegnap azt mondtam a feleségemnek, ha egy helyet kellene válaszok Európában, ahol élni szeretnék, akkor az itt lenne Budapestnek. Annyira bele szerettem. Amy, neked nincs headseted. Kellene szerez egy headsetet, mert sokkal romantikusabb hangon van magyarul. Később hallani fogsz egy történetet arra, hogy hogyan győztem meg a feleségemet. Nagyon stratégiai módon használtam. És látni fogod, hogy ezek ugyanazok az elvek, amiket te a vállalkozásodban fogsz használni, hogy megnyerd az ügyfeleidet magadnak. Mert arra foglak ma megtanítani. Az 12 mód arra, hogy hűséges, boldog ügyfeleket nyerj egy életre. Embereket, akik imádnak téged, akik venni akarnak tőled. És nem csak egyszer, hanem újra, és újra, és újra. Tedd fel a kezed, hogyha olyan ügyfeleket akarsz, akik újra, és újra, és újra vásárolnak. Igen! Erről fogunk itt ma beszélni. Az első dolog, amit szeretnék megosztani, adj az ügyfeleidnek a legjobb cuccodat. Add az ügyfeleidnek a legjobb cuccodat. Egy elképesztő kísérletet végeztünk egy amerikai magazinban, amit úgy hívunk, hogy Női Élet, az amerikai nők lapja. A női élet az előfizetéses ügyfeleken alapszik, ettől élnek. És csináltak 10 különleges jelentést, 10 bónuszt. Az előfizetőiknek adtak, amikor megvették a Női Élet magazin előfizetést. Tradicionálisan úgy adták ezt a 10 bónuszt, hogy havonta egyet küldtek ebből 10 hónapon át. És ezen keresztül képesek voltak megtartani bizonyos mennyiségű embert, aki boldog volt és feliratkozott. De egy embernek volt egy más elképzelése. Azt mondták, mi van akkor, hogy mi lenne, ha mind a 10 jelentést az első hónapban odaadnánk. Ahelyett, hogy visszatartották volna a legjobb cuccaikat, és csöppögtették volna egy hosszabb időnet, mi lett volna, hogyha mindent odaadunk előre? És egy elképesztő dolog volt ebben a kis tapasztalatban, több mint meg 3-szorozta egy ügyfél nyilethosszig tartó értékét a feliratkozóiknak. Miért? Mert amikor a legjobb cuccodat adod az ügyfeleidnek rögtön előre, most úgy fognak látni mindent, amit ezután tenni fogsz, pozitív hozzáállással fognak kezelni. Az elején, amikor elkezded a kapcsolatodat az ügyfeleiddel, add nekik oda a legjobb cuccodat. Nyűgözd le őket. Mert ez előkészíti a színpadot
az észjárásukra, hogy hogyan észlelnek majd minden mást. De muszáj kell beszélni. Megint Facebook Live-on vagyunk. Örülünk, hogy látlak titeket. Kettes. Segíts az ügyfeleidnek gyors nyereséget szerezni. Ha hűséges ügyfeleket szeretnél, akik újra és újra vesznek tőled, akkor segítened kell nekik abban, hogy gyorsan nyerhessenek. Mit értek ez alatt? Egy ügyfél vásárol egy terméket, vagy szolgáltatást tőled, mert keresnek valamilyen fajta eredményt. Minél gyorsabban tudsz nekik segíteni, hogy csak egy pici haladást is tegyenek ebben az irányba, az eredményük felé, segítettél nekik lendületet létrehozni. Túl gyakran az történik azonban, arra összpontosítunk, hogy szeretnénk eljutatni embereket az eredményhez. Itt vannak most, itt. Itt szeretnének lenni, ez az eredmény. Túl gyakran arra gondolunk, hogy csak úgy tudjuk őket boldoggá tenni, hogy eljutatjuk őket a végeredményhez. Én azt szeretném megosztani veletek, hogyha csak gyorsan tudsz nekik segíteni abban, hogy megtegyék az első lépést. Mert az út folyamán több szint van. És az elején arra szeretnénk összpontosítani, hogy az ügyfeleink nagyon gyorsan nyerjenek és elérjenek egy eredményt. Most egy tanfolyamot tanítok, amit úgy hívok, hogy törzs, tribe. Nagyon sokat osztok meg az emberekkel, hogy megosszam velük azt, ami ahhoz kell, hogy megkapják a vég eredményt. De az egyik gyalog, amintől én felgyulladok, és az ügyfeleimben is felgyúl egy újfajta élet, hogy használják, amit már tudnak ahhoz, hogy eredményt kapjanak. Ma reggel kaptam egy üzenetet, amitől én fültől fülig mosolyogtam. Egy nőtől, aki végzi a tanfolyamon, aki már használta csak néhány dolgot, amit eddig tanítottunk, és már most elképesztő eredményeket lát. Csak abból, amit már tanítottunk, csak attól, hogy megtette ezt az első lépést. Minél gyorsabban tudsz segíteni az ügyfeleidnek abban, hogy gyorsan nyerjenek, annál jobb. Korábban beszéltem egy úriember, és neki egy szoftver cége van. És azt mondta nekem, hogyan vegyek el több ügyfelet, hogy használják a szoftverem. Fókuszálnod kell arra, hogy ők gyorsan nyerhessenek. Töltsék le a szoftvert. Nyissák ki a szoftvert. A szoftver egy előnyét használják. Ne próbáld az összeset elmagyarázni. Beszélj egy jó tulajdonságáról a szoftvernek, amit ott és azonnal tudnak használni, hogy kapjanak egy kis értéket. Mert az történik, hogyha gyorsan nyernek, korán, akkor felépítik a momentumot, izgalmat hoznak létre. És így sokkal nyitottabbak lesznek mindenre, amit mondani szeretnél, mindent, amit megosztani szeretnél, és sokkal izgatottabban fogják várni, hogy hosszú távon használják a termékeidet. Nem beszélek magyarul. De ez hogyan olvashatná el bárki? Attila, beszélnünk kell. Beszélnünk kell a szépírásodról.